Jó estét, Magyarország! Jó estét, mindenki! Köszöntöm az itt megjelenteket. A 2011. december 10-e óta éhségsztrájkolók nevében. Tudom, hogy akik itt megjelentek, tudják, miért kezdtük el az éhségsztrájkot, mi a közmédia dolgozói kiegészülve most már civilekkel is. Azért éhségsztrájkoltunk, hogy lemossuk azt a gyalázatot, amit a közmédia dolgozóinak becsületén és az ország becsületén ejtettek azok, akik nap mint nap hamisítják a híreket, manipulálnak, és mindent büntetlenül teszik, és másokra próbálják ráhúzni a vizes lepedőt, azokra, akik legalul állnak, hiszen mindig a kisember az, aki megszenvedi ezeket az igazságtalanságokat, törvénysértéseket. Nem tűrjük, hogy becsapják a közvéleményt, hogy eltorzítsák a valóságot, hogy politika és egyéb indokok miatt hazudjanak önöknek. Mi a közszolgálatnak felesküdött, eskü nélküli szolgái, újságírók, műszaki emberek, technikusok, hangmérnökök, vágók minden nap megpróbáljuk a tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy önökhöz eljuthassanak az információk. Nem azok az emberek a vétkesek, akiknek az anyagait meghamisítják felső parancsra, hanem azok a bűnösök, akik büntetlenül manipulálhatnak hírekkel, és egy nappal később, miután lelepleződnek, hírfőszerkesztők lesznek. Majd miután jól végezték dolgukat, még egy főszerkesztőséget is hozzájuk csapnak, hogy aztán immár néhány hónapon belül a második csoportos létszámcsökkentésben ők mondják meg, ki az a közszolgálati szakember, aki alkalmas, aki itt maradhat, manipulálók, csalók mondják meg, hogy kinek kell az utcára mennie. Elfogadhatatlan, nem tűrjük! Itt van mellettem Szávó Jaranka, aki hozzám hasonlóan a televíziósok és filmkészítők független szakszervezetek alelnöke, és akivel ketten kezdtük először december 10-én ezt az éhségsztrájkot, és talán
egy-két mondatot ő is hozzátok szólhat, hogy mi vesz rá, minek kell megtörténni annak, hogy egy kisgyermekes anya úgy döntsön, hogy éhségsztrájkol, hogy kiáll az igazságtalanságok ellen, és megpróbálja kétségbe esett módon felhívni arra a figyelmet, hogy ez így nem mehet tovább. Jó estét kívánok mindenkinek! Azt hiszem, hogy ezekről az okokról én nem tudnék elérzékenyülés nélkül beszélni, illetve Balázs már mindent elmondott. Én azt szeretném megköszönni, hogy sokan csatlakoztak hozzánk, hogy mellénk álltak, mert egyrészt nem gondoltam volna soha, hogy egyszer éhségsztrájkolni fogok, másrészt azt sem, hogy ennyi ideig kell ezt így csinálni. Ugye? Hát, köszönjük szépen! És ha most itt a köszöneteknek van itt az ideje részemről, akkor megköszönöm Duna televíziós kollégáimnak, Patakfalvi Sándornak, Virág Péternek és Kembe Szorelnek, hogy csatlakoztak hozzánk, kitartottak, nem hagytak minket Balázzsal ketten éhségsztrájkolni, mégiscsak van szakmai összefogás, és köszönöm szépen azoknak a civil támogatóknak is, akik nap mint nap jönnek hozzánk és gondoskodnak rólunk. És remélem, hogy nem sokára már nem kell jönniük hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. Szorel. Bevallom őszintén, én is életemben először csinálok ilyen éhségsztrájkot, de megvan a magam oka és a magam indoka. Túl azon, hogy engem is elbocsátottak a Duna Televízióval, ahol 3 évig voltam műsorvezető, különféle kulturális műsorokban. Mélységesen egyetértek azzal a felháborodással, amit Balázs és Aranka kezdeményezett, illetve ami ellen ők felháborodtak, mert ugyanazokat éltem meg én is, és bár nem hírterületen dolgoztam, hanem kulturális területen, ugyanúgy voltak kötelező megjelenések különféle kulturális eseményeken, ugyanúgy el kellett menni néhány helyre, ahova nem terveztük az elmenetelt, de aztán megkaptuk a parancsot rá. Úgyhogy azt gondolom, hogy pontosan ugyanabban a cipőben járunk, mind kultúra, mind hírterület, mert ugyanaz a nagy családnak a tagja, a közmédium tagja, és azt köszönöm szépen én is mindenkinek, és hát hatalmas meglepetés, hogy ennyi ember előtt még nem álltam, nem beszéltem, úgyhogy ennyi. Most nem vagyok egy kislány, de így inkább abba hagyom. Elhangzott itt, hogy a közszolgálat munkatársai kezdték ezt az éhségsztrájkot, csatlakoztak hozzánk civilek, különféle mozgalmoktól, így a szolidaritástól, az 1 millió a demokráciáért egyesülettől, Egyasszai Sándor barátom itt van. Vannak éhségsztrájkolók, akik ezekben a pillanatokban is Óbudán a Kunigunda útja 64 MTVA székháza előtt éhségsztrájkolnak. Felháborító gyalázat, hogy még mindig éhségsztrájkolni kell azért, hogy a bűnösöket felelősségre vonják, hogy eltávolítsák a közmédiából a hírmanipulátorokat, a csalókat, a kitakarókat. És persze mindannyian tudjuk, hogy itt nem ér véget a dolog, hiszen nem sokára megszűnik az egyik frekvencián az egyik rádió műsorai. Mindannyian tudjuk, hogy a klubrádióról van szó, senki nem hiszi el azokat az indokokat, amelyekkel azt mondták, hogy nem ők kapták meg a frekvenciát, hanem egy idén alakult 1 millió forint ösztökélyi másik cég. Ma a Klubrádió hallgat el, vagy nem ma, hanem néhány héten, hónapokon belül, aztán ma hallottuk, hogy az Index tudósítói nem kívánatosak a parlamentben. Minden demokrata politikai meggyőződésétől függetlenül nemet kell, hogy kiáltson akkor, amikor bármelyik hatalom
bármire hivatkozva megpróbálja elhallgattatni a neki nem tetsző médiát, megpróbálja megfélemlíteni, terrorizálni az újságírókat, megpróbálja saját céljára felhasználni a rendelkezésre álló összes eszközt. Nem hagyjuk, nem tűrjük. Nagyon fontos, hogy tiltakozzunk. Nagyon fontos, hogy nemet mondjunk. És nagyon fontos, hogy szolidaritást biztosítsunk egymás számára, hogyha holnap megtörténik mással, érezze, hogy mellette is ott vagyunk. Akkor is esetleg, ha nem értünk velük egyet. Ha holnap egy másik kormány, egy másik színezetű médiumot akar elhallgattatni, akkor is azt fogjuk mondani, hogy nem hagyjuk. Hangosabban, mert nem hallják oda bent. Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem messze van a Revicka utca, a média tanács központja. Hallják ők is! Nem hagyjuk! 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 És most engedjék meg, hogy csak röviden elmondom, hogy ki fog felszólalni ma. Ha nem téveztek itt a sorrendben, mindjárt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének képviseletében szólal meg. Majd követi Vásárhelyi Mária a Nyilvánosság Klubtól. Majd Udvarhelyi Rudolf, Galkó Balázs, Tamás Gáspár Miklós, Becker Iván, és még van, de már én nem látom a sötétben, hogy ki fog még felszólalni. Közben köszöntjünk egy újabb éhségsztrájkolót, Ambrúziót, jerezve, hogy a fiatalok is velünk vannak. És soktak nekem, de már találkoztunk, Grecsó Krisztián is itt lesz, és a minket támogató társadalmi szervezetek részéről Hónya Péter és Árok Kornél is majd megszólal itt. Akkor most átadnám a szót a Magyar Újságírók Szövetségének képviselőinek. Azt gondolom, hogy a magyar újságíróknak minden olyan alkalommal kötelességük megszólalni, amikor a sajtószabadságot sérelem éri, és most nem akármilyen sérelem érte, mindannyian tudjuk, hogy mi történt, hogy meghamisították a híreket, hogy kit akartak olyan szemét, akitnek politikai hovatartozását nem kívánatosnak vélték. Pontosan látjuk, hogy mi történik a Klubrádió kapcsán. Látjuk, hogy a hatalom valami miatt fél a véleménynyilvánítás szabadságától. Így van. De nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy nincs annak a hatalomnak félni oka, amely hatalomnak tisztességesek a szándékai, átláthatók a tettei. Az ilyen hatalomnak nem kell félnie a véleménynyilvánítástól. Nem értjük, hogy ez miért történt meg. Mert ez nem ilyen hatalom. Az előttem szólók már elmondták, hogy sajtószabadság nélkül nincsen demokrácia. Tényleg nincsen, és ez nem új. És én azzal szeretnék most önöktől búcsút venni, hogy emlékeztetem önöket az 1848. március 15-i 12 pont első pontjára, amelyik úgy szól, hogy kívánjuk
a sajtószabadságot, a cenzúra eltörlését. Köszönöm a figyelmüket! Jó estét kívánok! Én Vásárhelyi Mária vagyok, a Nyilvánosság Klub ügyvívője. A Nyilvánosság Klub a Magyar Köztársaság talán legrégebben alakult civil szervezete, a rendszerváltás hajnalán 1988. októberében alakult meg. Alapító levele a következő mondattal kezdődik. Nyilvánosság nélkül nem lehet megújítani a társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életet, nem lehet megakadályozni, hogy a politikai vezetés tévútra vigye, válságba sodorja az országot. Demokratikus nyilvánosság nélkül nem lehet gátat szabni a hatalommal való visszaélésnek, a korrupciónak, az erkölcsi normák felbomlásának, nem lehet megakadályozni a hatalmi szervek túlkapásait, nem lehet megállt parancsolni különböző társadalmi rétegek és csoportok elleni hangulatkeltésnek, a bűnbakképzésnek és a kirekesztésnek. Mindezt 23 évvel ezelőtt a Nyilvánosságklub alakulásakor írtuk le, arra azonban legvadabb álmainkban sem gondoltunk, hogy ennyi idő elteltével ezek a mondatok aktuálisabbak lesznek, mint valaha. Bánya rája szálljon már a nagy urakra. Itt állunk ezzel a gyalázatos kormánnyal és nyomorult csatlósaikkal szemben. Akik még a magyarságunkat is elvennék tőlünk. Most alantas fondorlattal elorozták az egyetlen rádiónkat is. Immár annyi jogunk sincsen ebben az országban, hogy a saját hangunkon szólaljunk meg az éterben. Politikai párjákká lettünk. Néhány bátor ember egy hete sztrájkolt a televízió épülete előtt. Minden pillanatukat áldás kísérje. Ben a választások óta a politikai elit ragadozókból álló része kizárólagos hatalmat szerzett. Uralmuk rablás, uralmuk arcátlan hazudozás, uralmuk a jogrend látszata, uralmuk a hozzá nem értő összevisszaság. Istenen regnálásuk eredménye, hogy az ország kormánya immár háborúban van a szabad európai világgal. A nyugat, a tőke, a szomszédállamok az idegenszerűek elleni eszelős hadakozást folytatnak. A mi bőrünkre, politikai agyrémeknek és gazdasági futóbolondoknak van kiszolgáltatva az ország. És mindennek majd nekünk kell meginnunk a levét. Nekünk, akiknek a neve számukra csak annyi, hogy dolgozz és adjál pénzt. Nekünk, akik számukra csak annyi, hogy eljeselj és alászkodj meg. Ez élet magyar hazánk. A lopott pénzeken alapuló zsákmányszerző önként emelik állami szintre. Egyetlen igazi programjuk a hatalmuk bebetonozása, az ellenvéleményt képviselők elhallgatása. Ugyan azt a szellemet eresztették ki a palackból, mely már többször is romba döntötte az országot.
baloldaliak és jobboldaliak, liberálisok és konzervatívak, ne áltassátok magatokat! A nemzet egyik legnehezebb megpróbáltatása vár ránk. A politikai küzdelem többéves, fájdalommal és szenvedésekkel teli, hosszú időszaka előtt állunk. Olyan erőkkel állunk szemben, amelyek számára nem politikai ellenfelek, hanem megsemmisítendő ellenségek vagyunk. A magyar történelem legsötétebb korszakait idéző viszonyok közé vetették a hazánkat. Azok, akik hazudozással megszerzett hatalmukkal és hatalmuk bővületével immár basáskodnak Magyarország polgárain, nem fogják soha önként kiengedni a markukból gyalázatos módon megszerzett hatalmukat. E mostani legitimitását elvesztette elvesztő politikai elit semmit sem fog önként feladni, és semmit sem fog önként beismerni. Ha nem vesszük a saját kezünkbe politikai sorsunk irányítását. Ha ezt nem tesszük meg, évtizedekig megaláztatás és pokol lesz az osztályrészünk. Akik ma ellenünk az önként gyakorolják, valójában fogjai saját hitvány gondolkodásuknak, saját vacak demagógiájuknak, mellyel a népet akarták megtéveszteni. Ma már képtelenek számot vetni ennek tetteik következményeivel. Még egyetlen lépésüket sem képesek előre látni. Ez a népet megnyomorító kormányzat és holdudvara a hatalmi érdekeink kívül semmire sincs tekintettel, a legkevésbé a haza érdekeire. Barátaim, ne hagyjuk magunkat, mert nincsen semmi vesztenivalónk már. Számunkra nincsen más hátra, mint a szembeszegülés Isten adta minden erőkkel az ellen a gyalázat ellen, melybe Magyarországot taszították. Amit követelünk, az mindannyiunk joga. Egy hatalmától megittasodott, lassan, de biztosan saját szellemi bunkerébe visszaszoruló gyülevész kormány politikai álmokfutásának vessünk véget. A szólás szabadságát, vissza a politikai egyenrangúságot, vissza a normalitás a politikában. A nevem Tamás Gáspár Miklós. Tizennyolc esztendővel ezelőtt ugyanitt álltunk. Emlékeznek Csúcs Lászlóra? Ugyanitt álltunk és tiltakoztunk a közmédiák tönkretétele ellen. Szomorú, keserves pillanat volt, utána pedig két évvel az akkori ellenzék nem kétharmadot, hanem a mandátumok háromnegyedét szerezte meg. 3/4-ét, 72%-ot. Így van. Most a helyzet nehezebb. Ha meg akarjuk keresni a magyar köztársaságot, hol keressük? Nem találjuk meg a legfőbb ügyészségen, nem találjuk meg az állami számvevőszékben, nem találjuk meg a költségvetési tanácsban, nem találjuk meg a legfelsőbb bíróságon, nem találjuk meg az alkotmánybíróságon,
nem találjuk meg az önkormányzatokban, nem találjuk meg az iskolákban, nem találjuk meg a kórházakban. Ha valakinek kétsége volna, nézzen körül az országházban, ott sem nagyon találjuk meg. És ha valaki tiltakozni akar, közölhetik vele, hogy ezentúl sztrájkolni tilos, ezentúl népszavazást tartani lehetetlen, ezentúl pedig arányos, igazságos és átlátható választásokat tartani nem lehet. Ha meg akarják keresni a Magyar Köztársaságot, az ország január 1-jével életbe lépő alaptörvényében nem találják meg. Ha néhány ellenzéki hang még kitart a Magyar Köztársaság mellett, mint a Klubrádió, akkor elnémítják. Nem lesz intézmény pár napon, pár héten belül, amelyben a köztársaság polgárai megtalálják a Magyar Köztársaságot. És én mégis tudom, hogy hol van a Magyar Köztársaság. Az utcán! A Magyar Köztársaságot intézményesen meg lehetett semmisíteni, de a magyar nép, a köztársaság politikai közössége, a szabad emberek egyenlő gyülekezete még él. Még sok embert meg tudnak téveszteni. Még sok embert el tudnak vakítani. Még sok embert el tudnak kedvetleníteni. Még sok embert meg tudnak ijeszteni. Még sok embert rá tudnak venni arra, hogy félelmében otthon üljön a fűtetlen konyhában, a sötétben, a rettegésben, de már nem sokáig. Valahányszor megpróbálják a Magyar Köztársaságban, mert az én államomat továbbra is így hívják, eltiporni, kigúnyolni, megalázni a szabadságot, a szabad szellemet, a szabad embereket, minden ilyen alkalommal a Magyar Köztársaság ki fog vonulni az utcára, és közli, hogy a bitorlók szeszélyeitől függetlenül létezik, törvényes, és győzni fog. Lehet, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a szabadság, az egyenlőség, a testvériség elavult eszmények. Nem avultak el ezek az eszmények, és hogy valódiak, erre tanúk vagytok ti valamennyien, és tudom, hogy nem fogjátok hagyni, hogy ez a szégyen folytatódjék, a köztársaság fölemeli a fejét, és újjászületik tisztábban, büszkébben, jobban, mint valaha. Így van!